Csak a foci képes arra is, hogy a világ minden kontinensén egyszerre ültessen a televíziók elé több száz millió ember. Már régen be van bizonyítva, hogy a foci VB döntőjét nézik a legtöbben a világon, a foci maga a csoda. Ha meg akarjuk fejteni a csoda mivenlétét, el sem kell hagynunk békés csodát. A foci csoda itt is ugyanúgy működik, mint bárhol máshol a világon, talán még egy kicsit jobban is. Egyébként, mivel lehetne azt magyarázni, hogy 1974. június 16-án minden csabai család képviseltette magát a történelmi belvárosban. A Szabadság tér, a Szent István tér és a Kossuth tér is tele volt emberekkel, bőven 10 000 felett volt a létszám. Pedig nem volt semmiféle kötelező ünnep, az emberek egyszerűen olyan foci meccset hallgatni gyűltek össze, amelyet a rádió nem közvetített. A megoldás az volt, hogy egy ember telefonon keresztül közvetítette a mérkőzést, és a telefonhangot itthon számtalan fákra felszerelt hangszórókba kihangosították. Békés Csabán 10 000-nél is több ember kiáltott oda egymásnak győztünk. Kossuth KFS-sel Békés Csaba jelölt 6-2. Ezen a napon jutott fel életében először a legmagasabb osztályba a Békés Csaba jelölt 6-2. Egyet ünnepeltek, és hát hogyha itt ugye körülnézünk a terembe, köszönjük nektek itt jó néhányotoknak, nyilván elsősorban nektek, hogy ezt a csodát itt megteremtettétek. Mondom még egyszer, így egyszerűen benne vagytok az emberekben, és a Békés Csabai, a Békés Csabai identitásnak a részét jelentitek ti magatok, és az, amit csináltatok, nyilván a mindenki, aki a teremben van, ehhez rengeteget hozzátettek, sok boldog születésnapot, mivel minden teremben nevében.